Mi fánterem a migrén, és hogy tudom a kezembe venni az irányítását? Sokféle fejfájás létezik. A két leggyakoribb. A tenziós fejfájás és a migrén. A tenziós fejfájást szinte mindenki ismeri. Van, akinél naponta, másoknál ritkábban fordul elő. Ez egyénenként változik. Ez általában egy gyengébb, nyomó jellegű fejfájás, amely megszűnik, ha többet mozgunk. A migrén ezzel szemben egy időnként rohamszerűen jelentkező, nagyon erős fejfájás. 10 gyermekből egynek van migrénje. Van, akinél hetente egyszer jelentkezik, másoknál havonta, vagy még ritkábban. Migrén esetén fárasztóbb testmozgásnál például lépcsőzéskor a fájdalom általában növekszik. Akinek migrénes rohama van, előfordulhat, hogy hányingere is jelentkezik, esetleg hánynia is kell. Zavarhatják a fények és a hangok. Ezért szeretne sok gyermek ilyenkor legszívesebben pihenni. Például lefekszenek, a szobát besötétítik, és esetleg alszanak egyet, amíg a fájdalom megszűnik. A migrénes roham órákig, de akár napokig is tarthat. Ha vége van a rohamnak, furcsa és levert érzés maradhat még néhány óráig vagy egy napig, mielőtt újra normális lesz minden. Ez is része a migrénnek. De mi is az a migrén? A migrénes gyerekeknek különleges agyuk van. Az agy több millió idegsejtből áll. A migréntől szenvedő embereknek különleges idegsejtjei vannak, úgynevezett migrén idegsejtjei. Ezek a migrén idegsejtek építik fel a migréngenerátort. Ez a generátor olyan, mint egy újra tölthető elem. Amikor az elem feltöltődött, egyszer csak kisül, elektromos jeleket küld az agy különböző részeire, amitől az idegsejtek érzékenyebbé válnak. Ez okozza a migrénes tüneteket. Hogyan zajlik egy migrénes roham? A migrénes fejfájás legelején furcsán érezheti magát az ember. Lehet, hogy fáradt, sokat ásít, vagy hirtelen például csokira vágyik. De az is lehet, hogy egyáltalán nem akar semmit enni. Ez jelezheti, hogy a csúdába mindjárt jön a migrénes roham, pedig ilyenkor az már javában tart. A migréngenerátor már kisült, és az agy bizonyos részei az átlagosnál érzékenyebbé váltak. Van, akinél ez az éhségközpontot befolyásolja, másoknál az ásításért felelős központot. A migrénes roham alatt a generátorból az agy egyre több területére áradnak szét az elektromos jelek. Kis idő múlva az agyburkok, más néven az agyhártyák, illetve a fejben lévő erek is érzékenyebbé és fájdalmassá válhatnak. Amikor mozgunk, például lépcsőzünk, az agy mozgása miatt az őt védő hártya húzódik, emiatt több vér áramlik az agyereinkbe. Normál esetben ez nem fáj, azonban a migrénes roham miatt érzékenyebbek az agyhártyák és az erek, így a mozgás fájdalommal jár. 6 migrénes gyerekből egynek különösen felkavarodik az agya. Az ilyen gyermekeknek a migrénes roham előtt vagy alatt néhány percre megváltozhat a látásuk, például csak villogó fényeket látnak. A villogó fények valójában nincsenek jelen, ezek az agyban keletkeznek azáltal, hogy a migrén generátor a látóközpontot túlaktiválja. Ezt úgy hívjuk, hogy migrén aura. A migrénes aura azonban másképp is jelentkezhet. Vannak gyermekek, akik például átmenetileg valamelyik testrészüket nehezen tudják mozgatni. Mások ugyanakkor furcsa szagokat éreznek, furcsán látnak, vagy más szokatlan dolgot éreznek az aura alatt. De vannak jó híreink is a migrénes gyermekek számára. Először is a migrén és a migrénes aura nem károsítja az agyat. Másodszor, a migrénben szenvedő gyermekek agyának jobb a probléma megoldó képessége. Klassz, nem? Harmadszor, a migrénes tüneteket kellő odafigyeléssel könnyen kézben lehet tartani. Bemutatom, hogyan. Sajnos egyelőre nincs olyan kezelés, amely a migrént örökre megszünteti, még ha néhány csodadoktor talán ezt is ígéri. Ne hagyd magad átverni. Miért? Azért, mert az agyadban lévő migréngenerátort senki nem tudja kikapcsolni. De te magad is sokat tehetsz azért, hogy csökkentsd a rohamaid számát. A generátor lassabban töltődik, ha kevesebbet stresszelsz, többet mozogsz és rendszeresebbek a napjaid. Vizsgáld meg, hogy az életedben mi okoz stresszt, és csökkentsd azt minél jobban. Gyakran kis dolgok is meglepően nagy változásokat hoznak. Emellett sokat segít, ha rendszeresen mozogsz, eleget alszol és rendszeresen étkezel. Különleges étrendre a migrén miatt nincs szükséged. Ezen apró tippek követése segít, hogy jobban kézben tartsd a migréned. Lehetséges, hogy nehéz rögtön változtatni, ez is érthető. De fontos tudnod, hogy te is sokat tehetsz azért, hogy kevesebb migrénes rohamod legyen.
Előfordulhat, hogyha mindezt megvalósítottad, még akkor is van egy-egy rólad. Mi a teendő ilyenkor? A legjobb, ha rögtön a roham legelején beveszed a megfelelő fájdalomcsillapítót. A leghatékonyabb gyógyszer a migrénes roham kezelésére az ibuprofen. Fontos azonban, hogy az orvos által javasolt mennyiséget szed. Ha megpróbálod csökkenteni az adagot, az ibuprofen esetleg nem fog megfelelően segíteni. Azt, hogy egy gyógyszer hatásos, onnan veszed észre, hogy rövid idő elteltével hatni kezd, és már körülbelül 30 perc múlva azt érzed, hogy jobban vagy. Így aztán nem kell hosszú időt ágyban töltened, vagy hazamenned az iskolából. Tarts rövid szünetet, amíg a panaszaid enyhülni kezdenek, majd folytasd a napod. Néhány óra alatt minden újra visszatér a régi kerékvágásba. Ha az ibuprofen nem hat, vagy ha nagyon erős a roham, szóba jöhet egy speciális triptán nevű migréngyógyszer. Mindig legyen nálad szükség esetére a fájdalomcsillapítód. Ha az iskolában vagy a barátaidnál jelentkezik a migrénes rohamod, nem érsz vele semmit, ha azt otthon a fiókodban tartod. Ha gyakran szedsz fájdalomcsillapítót, hetente vagy még sűrűbben, mindenképp beszélj az orvosoddal. Vele együtt megtalálhatod ennek az okát és azt is, hogy hogyan tudsz ezen változtatni. Kevésbé erős tenziós fejfájás esetén tereld el a figyelmed, vagy menj el sportolni, de ne vegyél be gyógyszert. Még egyszer foglaljuk össze az eddigieket. A migrénes rohamot az agyban található migréngenerátor okozza. Sok stressz sok migrénes rohamot vált ki, kevesebb stressz mellett kevesebb rohamod lesz. Ha érzed, hogy kezdődik a migrén, vedd be időben a gyógyszeredet és maradj nyugodt. Majd egy rövid pihenő után egyszerűen csináld tovább a napod, így még migrénnel is teljes életet lehetsz, csak úgy, mint mások.